Einstein. Bá, úristen, szarrá fogunk lőni mindent is. Kíváncsi vagyok, hogy fog menni a játék. Egy picit állítunk majd a grafikáján. Köszönöm szépen. Mert a múltkor annyira kis fapadnak tűnt, pedig ez a játék egyébként szerintem szebb grafikával lett még annak idején 2016-ban kitalálva. Milyen akadozós volt ez az intro, pedig nálam nem lenne szabad akadoznia. A Wolfenstein című játékot megkezdtük, a múltkor egy fél órát játszottunk belőle, mire szóltatok, hogy amúgy csúszik a hang, és annyira, nem tudom, ilyen egyszekes, tehát az egy már szerintem durva csúszásnak minősül, tehát annyira csúszott az egész, hogy úgy döntöttem, hogy na jó, akkor ezt elkezdjük az elejétől, gyorsan végig rohanunk akkor megint. Semmit nem tudok egyébként a Wolfensteinekről, ezt már múltkor elmondtam. Jaj, csuklan, bocsánat, hogy én mindig doomoztam kölökkoromban. A Wolfenstein az nekem soha nem került elő. Valahogy elkerült. És emiatt azt sem tudom, hogy ki ez a csávó. Állítólag valami B betűs, lengyel, zsidó származású figura, félig amerikai, aki a nácikat írtja igen durva módszerekkel. Nézzük csak az optionsben, hogy mit lehetne... bocsánat. Itt akarunk átmenni ide. Hogy mit lehetne, ezt a vészinket bekapcsolom. Ennyi az összes, nem, itt van még az Advanced Options. Nem médiumon játszunk, hanem high-on. Így van, így van, így van. Mi lehet ez a Shadow Resolution? Jól van úgy, igen. A reflekciók, mik ezek a Screen Space reflekció, fogalmam nincs. Mindenesetre apply-olunk mindent, itt apply-olunk mindent, és megyünk játszani. Reménykedem benne, hogy ez így most már jobban fog kinézni, mint a múltkor tette. Egy új játékot kezdünk. A Bring'em-on szinten. Az átlagos játékosnak? Nem, a tapasztalt játékosnak nehéz beállítani. Így van, csak is nehezen. De kíváncsi vagyok. Na, egy kicsit már is jobb. Jobb az a grafika szerintem, mint a múltkor volt. Álmomban grillezést érzek. Gyerekeket hallok, meg kutyát. És látok valakit. Nem is hasonlít az arca. Arra, akit az előbb láttunk. Szerintem látok valamit, mondja. Ezek a dolgok. Egyik sem nekem való. Én az üvöltő motorokkal haladok. Harcosok közt. Éjszaka jövünk el. És úgy látom, hogy a nácikat jöttünk írtani. Na igen. Itt meg kell tanulnunk ugye az irányítás. Most nem tudom pontosan, hogy mi történik, hogy miért rédeljük a nácikat ennyi repülővel, meg egyáltalán hogyan van az amerikai hadseregnek ennyi repülője, de nem is nagyon számít. Azt hiszem, hogy a... Ez most be van zárva? Mit mondtak itt? Mit kell csinálnom? Ide kell jönnöm, hogy azt elzárjam. Jézusom, az eszközökért el kell menni. Ide be kellett jönnöm? Nem, ez még be van zárva. Igen durva lesz az írtás így, hogyha... Kicsit meggyulladunk, semmi baj. Hogyha ilyen izével száguldásokban leszünk, mondjuk ez nagyon hasonlít ebben a szempontból a Doomra tényleg. Azt mondja, hogy kinyitotta ezt itt hátul, most nagyon rohanok végig tényleg. Hogy ne legyen nagyon ismétlődős ez az epizód. De szóval én így nem is tudtam konkrétan soha, hogy ki ez a fickó, ki ez a B betűs csávó, aki a náci kiirtásába kezdett. Ti ismertétek ezt a játékot annak idején? Ti sokat játszottatok vele? Kérdezik, hogy jól vagyunk-e itt hátul. Hát már három dolog az arcomba robbant, mégse vagyok pornófilmben. Ez... Ja igen, itt kellett lemenni, így van. És repülőkre lövöldözni. Mennyire durva tényleg, hogy ide rakják be a löveget ezeknél a repülő típusoknál. Azt le kell lőnöm? Nem, szerintem az velem van. Talán. Cs,
akkor itt volt egy olyan, hogy valaki belénk repült, nem? Valahonnan. De még mindig nem látom, hogy honnan jön. Azt hogy oldották meg, hogy ne lásd, hogy honnan jön? Fogalmas, hogy hova lövök, csak úgy lövöldözöm. Azt mondja, hogy pontosan előttünk van. Ja, hogy az volt az, de az már nagyon régóta látszódott, hogy jön felénk. Na jó, mindegy, azt nem lehetett lelőni, nyilván így lett kitalálva. Teljesen új számodra is a Wolfenstein, nem ismerted? És hol tartasz a Darkest Dungeonben egyébként? A vége felé vagy már legalább? Biztos, hogy te többet játszol vele, mint én. Még mindig lélegzel, te barom. Itt volt az, amikor átugrottunk a repülőre, a másikra. Kapunk egy kis healinget. Nagyon csúfondárosan állunk egyébként HP-val. Milyen közel húzott el, nézd meg! De ez mennyire durva. Ez olyan mennyire normális, egy apró rossz mozdulat, nézd meg! De durva. Ez nem is kötelék, hát már majdnem hozzáérünk. Mi a fene ez? Mit csináljak? Valami kart kellett volna meghúznom. Igen, éppen jön kifelé a másiknak az egyik üzemanyag tartály. Hát gondolom a szárny, mint üzemanyag tartály funkcionál. És éppen folyt az üzemanyag belőle. De az le fog zuhanni? Azokat valahogy megmentettük, én úgy emlékszem. Mindig elég magasan járunk, de azért annyira már nem magasan. Na most megtanítja a másik fickónak, aki a másik izében van, a repülőben, hogy hogyan húzza fel a botkormányt, hogy ne zuhanjanak bele a vízbe. Ja igen, ő egy közlegény a másik oldalon. Mi lett a pilótával? Kilőtték? Át fogunk menni oda. Három éve rengeteget játszottam, 90-es évek, inkább vége felé szerintem. Azt nagyon sokan mondták egyébként, hogy ez egy marha jó rész volt. Annak már nem is tudnám megmondani, hogy... És még repülünk egyébként. Ez mennyire normális, hogy még mindig repülünk. Meg vagyok. Akkor a kaszkadőr mutatványokat mutatunk be, hogy önmagában hihetett. Áú! De para! Szóval, hogy nem is vágom, hogy mi volt ott a sztori. Valami olyan volt, nem? Hogy az egy kastélyban játszódott talán? Ahol ki akartunk volna írteni valami figurát? Valami nagy náci tisztet? Aztán lehet, hogy az egy másik rész volt a Return. Lukasz a Wolfenstein, nem tudom. Múltkor beszéltünk ezekkel? Én nem hiszem. Az most én voltam, akit mutatott a kamera? Érezték, hogy mi a helyzet, meg megmondtuk, hogy csináld, vagy tedd a dolgod, vagy különben meghalsz. Úgyhogy ugyanaz, mint ami mindig szokott lenni. Én erre nem emlékszem, hogy a múltkor ez lett volna, vagy ide kellett előre jönnöm? Jó Isten, a csávó hogy ordítozik? Ja, ő volt az, aki meghúzta a kart felfelé? Adni neki egy pofont szerintem, mert nincs magánál. Kettőt inkább. Szerintem az volt az egyik legnehezebb parább, még ha régi a grafika. Azzal én biztos, hogy játszottam. Szerintem kétszer is. Az tényleg nagyon király volt annak idején. Szerintem nem is egyszer vittem végig. De semmire nem emlékszem már belőle. Talán még az is, hát egy szörnyek is voltak benne, és attól volt para. Valami rémlik. Tehát, hogy önmagában nem csak a nácik voltak benne. Mondjuk, ahogy láttuk a múltkor ennek a játéknak a startját, itt is voltak azért rendesen mindenféle lények.
Úgy döntöttünk, hogy inkább lezuhanunk. Hihetetlen sebességgel halad előre a náci harci gépezet. A taktikáink becsődölnek, az emberek egyre kétségbe esettebbek, de nem én. Én azért vagyok itt, hogy egy régi barátomat meglátogassam és elrendezzek egy ügyet köztünk. Szerintem bosszúállási céllal jöttem ide, de milyen hamar vége van ezeknek a cutscene-eknek. Új, de ronda macska vagy, te hallon, de te kutya amúgy. Vegyük fel a telefon. Nem az előnyére fejlődött a sorozat, pedig azt mondják, hogy éppen hogy de. Én nem tudom. Zsemlekutya, de kíváncsi vagyok. Állítólag marha jók az új részek, és azok, akik szeretik az ilyen lövöldözős játékokat, azoknak tök nagy élmény volt. Nem értek hozzá. De azt mondják, hogy de. Ki kell próbálni, végig kell játszani. Nem egy nagy beruházás. Főleg, hogyha TK-zol. Szóval az a lényeg, hogy el kell úsznom a másik repülőig, ahol az ágyúval, abban a repülőgép roncsból még kiírthatnám ezeket a csodálatos állatokat. Volt egy kis HP mennyiség, nagyon jó. Ezt kinyithatom, nem? Van itt nekem szétszorva valami? Ez a fickó de szar halála lett. Mondjuk melyik halál jó? Igazából talán egyik sem. Ja, itt van ez a kutya, ugye? Ja, hogy így kell... Nem. De nem jó, hát a kontrollal sem tudok. Ez itt nem jó, haver. Hát na jó, akkor gyere be, aztán ölj meg, mit bánom én. Mi vesz, hogy fuss előre, és aztán nyom meg a bal shiftet, meg a left control-t. Hány gombot nyomjak még, miközben nem is... Nem tudom úgy odarakni az ujjamat, milyen vagy. Most így elképzeltem, hogy a kontroll a kis ujja, shift a gyűrűs, és akkor a dupla V-vel kellene a középső ujjat. Ez biztos nem így csináltam legutóbb, ennek valami jobb módszere is volt. Na nézzük. Várjál, újra. De most komolyan? Hát ez hülyeség. Hát ez, na jó. Na, ezt soha többet nem fogom megcsinálni a játékban, az fix. Hát ez miféle baromság volt ez a kitanáció, hogy a két kézzel kellett három gombot megnyomnom. Az egeret ráadásul elengedve. Ezt át kéne raknom a C-re szerintem, mert akkor ott a mutató ujjammal tudnám nyomni azt a guggolás témát. Hát ez teljesen hülyeség. Várjatok, tényleg átrakjuk. Átrakjuk. Azt mondja, key bindings, így van. A left controllos bigyót kell neki venni. C-re áttenni. Mi ez a toggle? Right mode. Jó, azt kivettük, megcseréltük a kettőt, így van. Alapvetően én is a kontrollt részesíteném a játékban előnyben a guggolásra, de... Hogyha ilyen mutatványokat kell bemutatnom, mint az előbb, hogy így a segemen csúszok sprintelés közben, akkor szerintem jobb lesz ez így. Vajon mennyi levegőnk van, azt megmondja a játék? És ha kinézek, akkor... Lőni fognak szerintem. Szia, Axi, jó estét! Azonnal lőnek, abban a pillanatban elkezdenek lőni. Beúszunk ide, hát ha itt valamit elővehetnék. Van neki healing például. Fegyvert így sem találni, egyet sem, de legalább 100-on van a HP-nk. Wolf 3D-nek szerintem sztoria sem nagyon volt, kezdetleges labirintusban mászkált el ajtóig. Kiáradott volt, talán 10 szint volt a végén Hitler bajszos főellenséggel, vagy csak az idő megszépíti az emlékeket. Nem, azt én is úgy tudom, hogy ez volt. Tehát nem csak a bajsza volt, hanem konkrétan szerintem az maga Hitler volt, akit el kellett intézni, nem? Hogy vagy, Axel? Milyen napod volt? Ma mesélj valami jót nekünk. Én meg már itt megyek felfelé szépen. Na! Hol vannak ezek a macska robotok?
Na, ez azért már egy kicsit megváltoztatta itt az erőviszonyokat a parton. Mehetünk is. Ja, most már nem akarom bemászni a macskák a srácokhoz, akik ott várnak szemben. Blaskovicsnak hívnak, oké. Ja igen, ez volt az, amikor a géppuska fészket kellett kiirtani, ugye? Meg kellett kerülnöm, tehát amíg a többiek fedezett tüzet nyújtanak. Szerintem nem sokáig maradnak társak mellettem, tehát szerintem a játék hamar át fog csapni abba, hogy ilyen solo warrior leszek, de nem biztos, én csak így erre tippelnék. Kaptam egy fegyvert. Előjetek már, de szemétládák vagytok. Mindegy, túléltük. Van itt valami, amit felvehetnék? Nope. Olyan kis armor, nagyon jó. És itt már biztos kell majd lövöldöznöm is, nézd csak. Ó, úristen, de rég játszottam FPS-sel. Tiszta satisfying volt, látszik, hogy ott lelőni. Vegyük fel gránátokat, kimaxolva. És akkor ide bedobunk egyet, gondolom. Így van. Ez gyors volt, elég gyorsan megoldottuk a fészek kérdését. Van itt valami hatalmas nagy robotállat, ami mászkál. Ja, ezt meg jól bezárták rám, ezt az ajtót, mi? Amó felvétel nagyon jó, armort is vettem fel. Kicsit itt le kéne googolni, nem? Left altot, meg est. Hát de nehogy már. Ja, hogy így tudsz feküdni. Aha, tök mindegy, mennyit lőttem volna a lábát. Szia, Sau, jó estét, mi a helyzet? Meg tudnád nézni, bent vagyok-e a giveaway-ben? Szerintem elrontottam a parancsot. Te is meg tudod nézni, hogyha beírod, hogy felkiáltója a giveaway. Akkor ott, hogyha belépsz a linkre, automatikusan kiírja, hogy hány darab ticketet vásároltál. Ki lehet itt nézni? Volt olyan, hogy lean, várjál, left alt és D. Ó, oh, működik! Egészen szép volt. Hogy meglepődött. Most kapom meg a második fegyvert? Szerintem igen. Oké, okay, működött. Annyi, hogy a chatet elscrolloztam, mert ennyi eszem volt. Nagyon jó. Tehát, hogy a scroll érdekes módon a játékban el tudja scrollolni nekem a chatet, ami egy nagyon-nagyon-nagyon rossz dolog. De reméljük, hogy abban fog maradni. Vagy hogyha nem nyomom a scrollt például, akkor nem történik meg. Egész hetem eddig meg az előző sem volt az igazi. Na, csak nem. Azt meséltem a múltkor, hogy nem annyira jók a napok, de azt hittem, hogy az meg fog oldódni. Még mindig tart ez a szar. Itt egy katona, nézd. Nagyon jó. Mehetünk tovább. Nagyjából itt tartottunk a múltkor, amikor szóltatok, hogy elállítódott a hangerő. Jó, szerintem egészen jól sikerült ezt megoldani. Nincs nátok tök jó ammó, meg fegyver, meg minden. Ez egy működőgép? Nem tudom, mit csinálok. Nem tudom, miket veszek fel. Találtam egy térképet. Kinek kell térképet? A felesleges. Adjál már. Nem térképezni jöttem ide, hanem gyilkolni. Az megöli? Hát, ezt lehetett volna azért jobban. Kidobtam? Hát kidobta, nézd. Na jó, tudod mit? Csináljuk azt, hogy ledobjuk ide. Nincs több grát. Na jó. Na jó, hát kiajítottam az ablakon, ki gondolta volna, hogy átmegy. Bár itt találtam még egyet, az lesz az, igen. Tehát akkor most bedobjuk a sarokba és futunk, jó? Futás! Erről ne beszéljünk. Nem érte meg elhajítani. Fáradtan hosszú volt a mai nap, na mesélj! Mit csináltál, amitől annyira hosszú volt a mai nap? Én is rengeteget dolgoztam ma. Én is érzem ennek a hatását, de... Ez a streamet nem fogja befolyásolni, remélhetőleg. Hú, nagyon várom már a Rezi 3-at is. Ma tök jó játékokat játszunk. Még ez a Wolfenstein, ez teljesen újként hat nekem. Mi az, ami ott van? Az mi? Úgy mondom, hogy én nem szoktam játszani FPS-ekkel, úgyhogy... Hát nem is tudom, talán még egyetemista voltam, amikor utoljára ilyen FPS-sel nyomultam.
Mármint ami ténylegesen erről szól, nem számítanám bele mondjuk a Hunt Showdown-t, az egy teljesen más típusú játék azért. Lehet, hogy azért van térképem, hogy megnézzem, hogy hova kell menni. Vásárlás, állatorvos, házi munka, tejköd. Tejködöt is te csináltad. Hey, a dogó harapám. De kaptam belőle armor. Itt a múltkor jött még kettő ebből, na? Azt a mindenségi, de durvák. És nézd az armorizált kutyát. De miért hiányzik az a kar? Áú! Hey! Milyen könnyen halnak ezek? Nagyon durva. Még hardon is. Ámint nem nálam van a hardon. Mi egy perket kaptam a double reloadot? És vajon ez az volt, amit most használtam? Itt le kellett bújnunk, ugye? Gránátot meg nem kapok senkitől, nem hát. Ki tudok itt nézni? Jó, talán meghaltak. Külön recepted van a tejködre, ne csináld. Az olyan lett, mint a tejkaramella, csak ilyen semleges ízzel. Nem írja ki, hogy bent vagy-e? Akkor próbálj vásárolni, vagy nem akarod kimaxolni 10-re? Én azt hittem, hogy ki fogja írni. Ott mindig ki szokta írni, hogy hány darab tikitet vettél, de akkor nem tudom, nem furcsa ez most nekem. Figyelj! Hú, de szar lehet, amikor így átmegy a torkodon egy kés. Jó, kaptam egy lugert, amit nyilván senki nem akar használni. Hát, hogyha lehet dupla gépágyúval mászkálni a kezedben, ki akarna használni egy lugert, ugyebár? Kisebb reloadonásokban. Mindent felvéve, rengeteg ammo, rengeteg armor. Valamelyik parancsal bent, csak bent vagyok. Hát ott is, az oldalon is tudsz vásárolni tikitet. Szevasz mentor, jó estét, mi a helyzet? Tényleg elég könnyen halnak, milyen nehézségen játszasz te? Játszol. Figyeld, még a tiszt még ott nyomja. Na hányan vagytok? Amúgy izé, a legnehezebb előtti negyel az öt nehézségből, tehát a hardon. A hardtól egy picit hardabban. A durvától egy kicsit még keményebben. Nagyon széjjel visz ez a puska. Össze-vissza célhoz, nem lehet így. Na jó, induljunk el. Meghaltam úgy? Lehet, hogy már nem is él. Én meg itt nézem, hogy mikor fog majd kinézni. Na jó, van egy gránátunk, meg lugerünk, meg ammunk maxon. Töltsünk újra. Ha újra töltesz, akkor még ammót vehetsz. Akkor még igen. Ez egy heavy ammunition. Tehát nem egy egyszerű izé, normál pakkal nyomulunk, hanem ez a nehéz. De lehet, hogy a súlya nehéz, nem tudjuk. El lehet menni erre, meg el lehet menni arra. Én ide benézek, mert ez itt ilyen... Ja, amúgy mászkál itt egy rohadt nagy robot, csak mondom, hogyha valaki nem venné észre. Ez egy újabb náci haditalálmány lehet szerintem. Hogy vagy, Hulk, mesélj, mi a helyzet? Itt lesznek bent izék? Nácikok? Nézd! Amúgy, hogyha ide jönne az a nagy robot, és ezt berobbantanám, akkor biztos valami jó lehetne belőle, nem? Á, de nem jön ide az a baj, pedig alá robbantanék egy lábnak, és akkor lehet, hogy az úgy jól működne. Pontosan úgy hangzottam most, mint egy lábfetisiszta. Azok is szeretnek lábak alá robbantani, meg közé, meg minden. Undorítóak egyébként. Bár bocsánat, hogyha vannak itt lábfetisiszták, nem azért, hogy beszóljak nektek. Én azt gondolom, hogy nem túl sexy dolog lábakra izgulni, de hát ahány ember annyi verzió ugyebár. Hát
ez easy, hát de nézd meg, hát itt állnak sorban, hát csak azt várják, hogy mikor jövök és robbant a karcba mindenkit. Olyan izé... Rokkó stílusban. Talp alá való? Mehet a talp alá való? Mi? What? Nézd, akkor most ebbe be kell izé ücsörögnöm, és akkor... Wow! Oké, működik. Majd később visszajövök. Felvettem valamit. Valami... Nem tudom mi, de valamit felvettem. Van itt még valami? Nincs. Akkor menjünk tovább. Mi lesz erre? Szarnap. DC-n írtam miért, nem akarom most itt kicsit hangulatot rontani az ok leírásával. Jól van. Remélem azért nagy baj nincs. Nézd, gránátok. De jó. Feleslegesen jöttem ide is befelé. Na jó, nyomjuk meg ezen betűt, mert szerintem nem vágom, hogy hol vagyok már megint. Azt tudom, mit csinálok az életemmel. Ezt itt be lehet jelölni? Nem, de legalább tudjuk, hogy szemben van egy hely. Ahova be kéne menni. Ja, itt ez a kapu, aha. Ja, hogy erre kellett ez a nagy izé. Robbanó töltet. Értem, hát akkor ide viszont biztos, hogy kell a gépágyú. És ki fognak ugrálni a Mickey egerek? Miklós patkányok? Még mindig nincs hangulatom csetelni, még mindig úgy érzem, hogy csak rontani tudom a hangulatot, nem javít. De mi van már veletek? Hát nézd meg! Hát azért jöttünk itt össze ma mindannyian, hogy összehozzuk ezt a két csodás srácot, Hulgot és Pentört. Miért vagytok ennyire ki? Hát mindig örömmel látunk titeket. Próbáljátok kint hagyni ezeket a terheket. Itt van minden szuper. Üljetek le, nyomjatok egy jó játékot, szívjatok el egy vízipipát, ha nincs, akkor meg ne. Igyatok egy korty valamit, vagy kettőt, hozzatok egy sört. Dobjátok fel itt a nap végét még valahogy, meg lehet ezt oldani, én biztos vagyok benne. Még van lehetőség arra, hogy ez a nap még a végére jó legyen. Azt hiszem nőnek. Mi is volt a Reich? Németül? Ah! Na jó, menjünk át inkább ide, itt nem tudom mik vannak, de inkább átjöttem ide. Egy térkép? Nagyon jó. Birodalom? Köszönöm. Nem beszélek német. Egy-két dolgot megértek, de hát azért már nagyon messze van ez a középiskolai német oktatás. Ne dobáld befele, normális vagy? Hát mit dobálja befele izért? A gránátokat. Másik oldalról nyílik. De hányan vagytok ott még amúgy? Nem lehet az alarmot el csöndesíteni? Na jó, tudjátok mit, szarok rá. Így van. Egy új perket kaptam a falról dobásért. Wow. Valószínűleg nem is kellene megállnom, csak így futni és írtani mindent, nem? Tehát ez a játék inkább arról szólna, hogy én megyek és mindenkit megölök. Elképesztően durva, elképesztően agresszív és szokatlan számomra, hogy így kell játszani. Oké, azt most meglőttem. Mi ez a slágen? Igen, ezt nem ismerem. Az nem a izé, az alvás. De Curik, az nem lehet visszafelé aludni. Fogalmam nincs, hogy mit jelent az a mondat. Ez egy erőszakos játék, nagyon durva. Üdv a Wolfenstein világában. Újdonság számomra. Itt állítólag van valami tőlem visszább a másik épületben, de oda hogy lehet által menni? Úgyhogy itt leugrok például. Hopp! Hát de mi? Hát felmásztam a tetőre, normális vagy? Hát de... Mi? Most mit csinálok? Ja, most váltok a... többlövetű módok közt, oké. Okay. Alvás az a sláfen. Tényleg a sláfen meg a slágen nem ugyanaz. Mit csinált visszafelé a birodalom? Fejlődhet? Vonulhat? Mi ez a sláge? Nem tudom, már onnan tudja. Ti értetek a német nyelven? Szavaszen elbi... G... Hogy vagy, mi a helyzet? Hát elindulunk erre, bár nem találtam meg... De most már megint itt vagyok. Hát ott van valami kérdőjel, ne szórakozzanak velem, én akkor is megtalálom. Ez az?
Ó, nem ez az a szoba. Jó, de azért nem lesz itt ebből gond. Ötös szintű nyomkereső vagyok. Igen. Szemben egy szoba, meg a bordélyház. A másik oldalról nyílik. Nézd! De hiszen itt emberek vannak. Hát lehet, hogy nem élnek már. Volt itt ammó. Meg armor. Van itt minden. És itt kell beugrani oda? Nem, ez csalás. Alattam van a hely, de nem tudok oda bemenni. Várjál, talán innen lentről. Nincs valami gomb, amit megnyomhatnék. Ember még ennyit nem időzött a Wolfensteinben szerintem. Nézd, de megtaláltam, jól van. Én vagyok az első ember, aki nem megy és írt, hanem körülnéz. Na, hát azért ez a HP nem volt olyan szar. Ez egy hullaház, nem? Én úgy veszem észre, hogy... Lehet, hogy itt folytattak titkos náci kísérleteket? Undorítóak. Undorítóak. És azért jöttem ide be, hogy egy gold medált kiszedjek. Ami nem tudjuk, hogy mi, de gold medál. Ich bin dein Vater. Még valahogy rám ragadt a 8 év alatt? Hát... Én már nagyon sokat elfelejtettem. Nagyon-nagyon-nagyon sokat. Most akkor jó helyen járok? Jó felé megyek? De hogy megyek? Hallod, ez a bunker. Ez kemény. Ez később is ilyen lesz, hogy ilyen útkeresős? Vagy csak én vagyok nagyon béna. Felvettem 40 HP-t, mert azt szeretem. Stradus elég sokat tudott időzni ebben a gameben? Komolyan? Mi van Stradusékkal? Tényleg mióta bejött a baba? Bár itt van egy lépcső. Ezen a lépcsőn felmegyünk. Azóta nem sokat hallunk felőle. Nem is igazán van ideje streamelni. Mondjuk talán nem is baj. Talán jobb az, hogyha most egy kicsit a... mennyasszonyának feleségének segít inkább babával. Meg az se baj, hogyha a gyerek megszokja, hogy van egy apja. Például az nem lehet szar. Jaj, meghalt, nézd. Ne! Na, tudtam, hogy izé meg fog csípni a vége. Újra töltök, jó srácok? Várjátok egy picit. 13 HP-n maradt. 8. Egyre jobb, úristen. Jó van, Blaszkó, túljutottunk a Stomperen, nem tudom mi az. Fel akarnak mászni valahová, és nagyon sok izé kell hozzá. Kötél? Hát nekem meg nagyon sok HP-ra lenne szükségem. Azért rendesen, ja itt van, de rendesen ellátták a bajomat most. Úgy rángatom az egeret, mintha muszáj lenne hallon. Ez mi? Meg sem néztem, hogy mi van balra, tehát úgy berohantam ide, hát bármi lelőhetett volna hátulról. Nem vagyok egy tapasztalt játékos még, ez azért látszik. Na de mi lesz még itt? Árja nők mindenütt. 8 ammuníció. Kiváló játék? Többi része is lesz? Igen, tervezem. Nem vagyok, mondom, FPS játékos, de... Kértetek tőlem lövöldözős játékot, és a Doom-mal a múltkor elkezdtünk nyomulni, aztán... Ilyen tök nagy leárazásban megvettem a Wolfenstein-eket, és gondoltam, hogy akkor... Hadd szóljanak ezek is. Ide kellene valahogy átmenni, de nem látom még ennek a... Ja, van egy lépcsőnk, oké. Okay. Milyen csöndes ide fent. Remek játékok? Hát... Biztos vagyok benne, hogy sokan vannak itt nálunk, akik azt mondják, hogy ó, te barom, miért ezt játszol? Utálom az FPS, mit lövöldözöl, játszál inkább valami értelmeset. Te, az mi az a nagy gépezet? És jól teszem, hogy így csinálok? Szerintem nem. Szerintem nem így kellene nyomulni. Hát ezt máshogy is megjátszhattuk volna. Például bemegyünk és szénnelrázunk mindenkit, de... Ez egy kicsit HP hatékonyabb volt, meg az armorunk sem annyira esett le. Ugye távolról lőnek, akkor csökken a lövedék sebzése, ezt észrevettétek? Korábbi játékok is lesznek? Nem. Ebben nem tervezek visszamenni az 1984-es évekig. Azt így... Szia, Sau, jó altatást! Azt így marhára nem. Az elég volt a Doomból egyszer nekem már így. A Doom 1 meg a Doom 2-nek az egyharmada, ott én azt mondtam, hogy na jó. Valami ordit hallottátok? Meg mint hogyha valami kutyát is hallottam volna. Nem volt rossz egyébként maga a végigjátszás, az volt a rossz benne, hogy valami nagyon baromállat módon, hát jó, kezdetleges módon helyezték el
a játékban a különböző kártyákat, és folyamatosan ott kellett bolyonganom, mint egy nem normális, miközben meg ugye ilyen totál nehéz szinten játszottunk. Nem volt jó már a kettőnek az élménye. Az egy még jó volt. Ez mi? Ezt sorrendbe kellett volna meghúznom. Várjunk csak. Ja, itt meg lehet nézni, hogy mi van mi. A Führer azt mondja, hogy békét akar július 10-én. Tehát 6 nappal ezelőtt, egy héttel ezelőtt. Az emberiség jövője forog kockán. Interjú, igen, blablabla. Aha, tehát, hogy ne legyetek tévedésben, mondja a Führer, békét akarok az emberiségnek, és harcolni akarok ez ellen, vagy pedig meghalni érte. Aha. Hát gondolom voltak ilyen mondatai annak idején is, amivel meggyőzte az embereket arról, hogy már pedig az ő ideológiája és gondolatai azok érdemesek lehetnek esetleg. Hát aztán kiderült, hogy rohadtul nagy hiba volt ugye a hatalmat a kezébe adni. Szia mosó, ma semmi a helyzet, hogy vagy? Doom 2 elég szemét tud lenni, hát az nagyon gusztustalan volt. Legalább a Return to Castle Wolfenstein. Nem, ezzel az epizóddal kezdtük, és innen van még vagy 4 rész. Ezeket fogjuk végigjátszani, hogyha nem bánod. Annyira már nem akarok abban visszamenni, mert nagyon sok retro játék van előttünk. Rengeteg retro játékot kell játszani. És... az a szerdai alkalom szerintem évekre ki fog tartani még. Úgyhogy nem akarok itt ígérgetni, hogy mi lesz, mi nem. Ha lesz, lesz. Ha nem lesz, nem lesz. Tervezek mindent is játszani, de megígérni, és aztán nem tudom, elhiszitek, és aztán várjátok, és közben meg tökre nem lesz, azt nem akarom. Minden oké. Na, ezt jó hallani. Helyes. Mindenféle levelek, Oscarnak a levele. Ezeket el lehet olvasni? Tehát vannak emberek, akik ezeket elolvassák? Úristen, és milyen hosszú izé gépelt üzen. Na jó, persze. Biztos, hogy nem fogjuk ezt elolvasni végig. Vannak ilyen perkjeink, ezeket... hogyha... Aha, tehát ezek az achievementek lényegében. Kellene úgyis gyilkolnom, hogy sprint slide-olok? Na jó, érdekes. És ezekért kapsz így valamit? Valamit így extrába? Táposabb lesz a karakter, hogyha a perköket összeszeded? Ott az a ammó ki van maxolva. Értetlen, hogy ezeknek még ammó van a WC-ben is. Van egy lista a retro játékokról, amiket játszani fogsz, meg tudnám nézni? Nincsen, még nem írtam le a listát. Super Nintendo-s játékok mindenképpen lesznek, ami nekem megvan. Abból rengeteg van. Már úgy mondom, hogy abból van vagy 10, amit jó lenne játszani. Itt ki kellene néznem valahogy. Megvan. Egészen szépen működött. Például ilyen Mario-k, amiket végig kellene játszani. Ott van az Alien 3, a Mortal Kombat, a Killer Instinct. Csomó-csomó játék van. Várjunk csak. És mit nyomtam meg? Jaj, te itt vagy? De aranyos vagy. Próbálkozott. Szóval tényleg van még egy jó pár játék az SNS-en, és akkor utána, hogyha azokkal végeztünk, akkor még meglátjuk, hogy merre tovább. Biztosan benézek, ez szerdánként szokott lenni, ilyen 7-8 órától, általában egy 2-3 órában. Most ugye a Donkey Kong 1-2, a Yoshi-nak a kalandjai, az is lesz a Baby Mario-val, az is nagyon cuki, meg marha jó a grafikája. Tehát egy-kettő ilyen különlegességet is tervezek ugye betenni. Majd meglátjuk még, mondom, hogy PC-ről mi legyen még a retro-ban. El tudok képzelni olyat, hogy retro StarCraft mondjuk 1-2-nek a végigjátszása. Hát az egy kerül a retro-ba, a kettő meg a nem retro-ba. Meglátjuk még ezeket. Jaj, nézd már, itt van valaki. Hú, de szar lehet. Oké, és akkor most repülőket kellene nyomni? Ne csinál. De honnan tudjam, hogy melyiket kell? Mit kéne itt lőnöm? Valószínűleg semmire nem kell lőnöm, nem? Várj, aztán, hogy ott nem találhatnám el innen ezzel? Kicsit megbombáznám, hát ha...
Hallod? Szeretnék beszállni, köszönöm. A nagy robotra? De nem tudsz jobbrább menni, látod? Tehát nem, direkt szerintem úgy csinálták meg, hogy nehogy... Várj csak! Nehogy el tud találni. Úristen, 50 év mire újra tölt. Most lelőttem? Szerintem le. Ó, hogy ezért rakták ide, aha! Bár ott van fent valaki. Na jó, üljünk vissza. Illetve, hogy igény éppen volna rá. Hát ez egy légvédelmi elhárító, hogyha ezzel lelőnek, akkor így vaporizálódsz, nem? Tehát mondjuk nem látjuk a hullákat, úgyhogy lehet, hogy nem véletlen ez. Töltsünk újra. Jobban tetszett nekem az az egy lövetű mód, azt vissza kéne kapcsolnom. Ez a single meg a dual verzió? Na várja. A kontrollal, ja, hogy ezt csináltam, aha, értem, és akkor ez itt a... Így. Jó, mind a kettő single, tehát ilyen egylövéses módszerrel működik most már, az nekem jobban bejött, mint az előző. Na, induljunk felfelé, itt a többiekhez. Itt voltak a vidám fiúk, ugye? Akiket vaporizáltunk sikeresen. Hát gyerünk tovább, nincs itt semmi érdekes, semmi látnivaló szerintem már. Ezt ki kéne robbantani? Ah, no! Hülye vagy! Mi? Leharapja a lábadat! Normális vagy. Most ledobja? Mi? Mi van? Jó vagy, kapitány? Felhúzlak, itt a kezem. Ez a Wyatt, ez egy jó gyerek. Az igen. Láttad? Elkaptam, mint egy kutya a gránátot. Német hadsereg tengelye áll mögöttünk. Jó, most izé üdvözli a háborúban, blablabla. A lényeget megpróbálom kiemelni innen. Deathhead? Aha! Szóval ő lesz a tiszt, akit el kéne kapnunk. Jaja. Ez a német izé... háborús gépezetek a feje, hogyha azt elkapjuk, akkor elég erősen megbénítjuk itt a német hadsereget. Nélegez, számolj négyig. Nélegez ki, számolj négyig. Lehet, hogy stressz problémái vannak a srácnak. Mekkora puskával nyomul a csávó? Nem lehet, hogy én menjek azzal? És akkor megrohamozzák az erődítményt. Jó csapat. Apa, mint apa és fiai. Hát jól nyomják, az tény. De mi az Isten az a... Mi az ott a kezében? A munkád egyszerű. Mász fel, gyújts be, az irányító szobát keresd meg, és robbants ki az ajtót. Hogyha náci fegyvereket találsz, vedd el őket, valószínűleg jobbak, mint a miénk. Ha kinyílt az ajtó, találkozunk fent majd, és hogyha megtaláljuk Deathhead-et, akkor majd fejbe lőjük őt. Elég egyszerű ez a terv, nem? Wow, és most így kell másznom. Nem lehetne, hogy két fegyverrel nyomulok? És mondjuk a lábam közt van a kötél. Azt sem tudtam hirtelen, hogy melyik izével. Tudok újra tölteni a kötélem félkézzel? Milyen kitaláció ez, hogy felfelé másszak egy erődítményen is közben? És mi lenne, hogyha izé dobálnának gránátokat lefelé? Hát megőrülnénk. Ne nézzék a sémák kifelé, nézd meg, milyen agresszívak. Mi beszáll egyre? Azt a rohadt. Oké. Okay. Az eltalált. Hát én nem tudom, én csak itt átmászok, jó? Nem gáz? Ez mi volt?
Kifelé lőttek egy gépágyúval, és nem csinált semmit a hard mode. Hallod? Ez meg nem hal meg. Az egyik sebezhetetlen leszette 100 HP-mat konkrétan. Semmit nem értek abból, hogy mi történik. Mi megölték? Azt sem tudom, hol vagyok. Mi lő egyáltalán? Na, bent is vagyunk, nagyon jó. Sajnálom. Uram, nem láttam, hogy ebből ez lesz, mondja. Oké, hát szerintem ez a dupla verziós fegyver, ez nekem jobban tetszik. Töltsünk újra. Ezt ki lehet nyitni? Az milyen betű? Hát valami verboten, valami meg van tiltva szerintem. Még van egy kis aktung. Ott valamit fel lehetett venni, nem? 30 golyó volt, nagyon jó. Le lehet menni. Hát de milyen izé? Hát ezek már az 1500-as évek óta itt nyomulnak, ezek a nácikok. Sárfeszes? Nem ám, szerintem se az valami másnak tűnt nekem, belépni tilos. Z betű volt? Cutrit? És mit jelent az, hogy Bereich Frei Halten? Ezek mindenhova izé horogkeresztes matricát ragasztanak. Micsoda izé vidám fiúk ezek. Mászunk csak itt le. Kis bajkeverő lurkók ezek a nácik. Jó, leengedjük itt a hatalmas betondarabokat. Ezzel súlyt veszünk le az épületnek a falairól. És most mit kell csinálnom? Ja, lemászni utána. Aha. Hát úgy ugrálok, mint egy béka. Kis HP, az is jó lesz. Láttátok, hogy kilógott a csávó szemben? Ott van ám, én tudom. Ott lesz, jobbra. Szabadon elhagyható az a rész. Én mondtam, hogy ott lesz. Ha nem moccansz, akkor te nyersz. Azt hiszem eltaláltam. Kutya, hogy beesett. Vajon a hátukon lévő dolgokat is csak úgy el lehet lőni? Tiszta menő ez a dupla gépágyú téma, hát ekkora izé Rambó... Rambó óta nem volt. Menjünk tovább. Hogy meglepődött, nem? Fene gondolta volna, hogy itt lövöldözés lesz. Na ne szórakozzatok már, hogy kijöttem, azt egyből izé. Mindenki bemegy mögém. 100 HP, 1 armor. Töltsünk újra. Valaki van ott. Nem, úgy tűnik, hogy mégse támad. Nézzünk körül. Hát elég tisztának tűnik egyébként. Az egy tiszt. Az egy commander volt. Ne csinál. Itt le lehet menni? Itt egy egész új szint van. Ezek mit csinálnak? Ezek felrobbannak, hogyha... Ó, mennyi armor! Wow, térkép és minden jóság. Tiszta menci. És akkor, hogyha itt felmegyek, akkor ott leszek a commander mögött? Szerintem erre volt valahol, nem? 4 HP extrába. Itt is van 4 HP. A kutyakaját zabálom. Jaj! Ne, ez volt a commander. Ja nem, itt kettő is volt. És mind a kettő elcsatot kapott. Wow, micsoda mesterlövész vagyok. Kaptam egy aranykejhet. Már holtában is ábrázolták ezeket a nácikokat? Nézd meg. Nagyon durvé. Oké, kaptunk egy handgun hangtompítót. Vagy lehet, hogy léteztek zombi náci tisztek? Ez is benne van azért. Jó, szerintem körbe mentünk és mindent megtaláltam. Van egy térképem, ahol már nem jeleznek semmi értékeset, érdekeset számunkra. Oda kellene eljutni, úgyhogy szerintem a hátam mögött is balra kellene mennünk. Mi ez a falgitter? Erre megyek.
Kevés HP-t csak leszedett, nem gondoltam volna, de megcsinálta. Itt vajon alattam is lesznek? Van lent HP, meg minden jóság, lehet, hogy ez egy titkos hely. Nem tartom kizártnak, hogy oda le kéne menni. Áááá, dokumentumok, akkor nem megyünk. Nem tudom, mire való az a dolog, amit felvettem. Valami Enigma code piece. Az Enigma az nem az a kódológépezet volt, amit nem tudtak feltörni valami írdatlan sokáig? És aztán amikor sikerült, azzal sikerült a háborút megfékezni? Jó, már ismerős ez a hely. De igen, ugye? Akkor jól emlékeztem. Hát penge vagyok töriből, már persze. Itt estünk le, mehetünk tovább. Kicsit oldalra sandítok. Semmi. Még. Jaj, hát nem elesett! Mit fogtál, te szerencsétlen? Na most komolyan megharapolt? És a haverjával mi van? A titkos írógép. Igen, 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 igen. Pontosan. És nagyon durván nem tudták megfejteni. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan dolgozták ki egyébként annak a rendszerét. Emlékeztek arra a horrorra, amit játszottunk a hidegháború idején? Játszódott a történet egyik fele, a másik meg 100 évvel azelőtt. Nem is tudom már, mi volt a címe. Egyébként nem volt maga rossz játék. Ez mi? Ó! Oh. Hát itt ilyeneket lehet találni, nem mondod. Wow! És itt fel lehet menni a toronyba? Fel akarok menni a toronyba? Itt ki lehet hallgatni a nácikokat? Nem mondom. Most biztos meglepődnek egy páran. Hát senki nem tud így lőni, mint én. Hát én itt vagyok a védett pozícióban. A többi az csak kis csicska. Hát a kutya sem ér el a fal mögött. Hát, ez easy ez a játék. Na, de eldugtak valamit ide a fal mögé? Ezt nézzük meg még, mert... Nem, nekem ide kell kijönnöm. Akkor ide nem megyünk el. Az lett volna a végén a megfejtés, hogy hogyan megyek be a fal mögé? Ez egy kutya volt? De mi volt ez a... Hülye vagy, normális vagy. Hát már majdnem megijesz a dogó. Most kérnek egy kis izét, utánpótlást, így ember meg energiaügyileg. Mert úgy tűnik eléggé megszedtem itt a náci csapatokat. Beast Inside, igen ez volt a címe, köszönöm. Igen, 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 jól emlékszel rá. Na abban volt egy ilyen kódfejtős rész, amikor sokat beszéltek arról, hogy a Enigma kód. Az hogy működik meg, hogy mennyi idő volt nekik feltörni meg. Milyen módszereket használtak, és akkor ott egy csomó módszerbe is betekintést lehetett nyerni, tehát a játéknak egy jó része szerintem arról szólt, hogy én legalábbis még emlékszem rá, hogy majdnem egy órát elszarakottunk ott kódtöréssel. Amúgy izgi volt, mert máskor nyilván az ember nem csinál ilyet, és hát így ebből a szempontból tök jó volt, hogy betekintést nyertünk ebbe. Hát nem tudom, ezeket le kellett előni, de lelőttem. Valami álltad. Áááá! Hülye vagy! Hát hogy beállt már a fickó? Egyszer csak ott volt mögöttem. Jézusom! Rohadt ijesztőek. Együnk meg mindent az asztalról. Azt a kelyhet is. Lehet, hogy nem pontosan így működnek a fagyi kelyhek. Nyomjunk egy újratöltést, így van. Mindig újra kell tölteni. Nincs olyan, hogy az ember megáll egy pillanatra. Hoppá! Aha, és akkor itt néztem be az előbb. Aha. Izgalmas. Jó. Az Enigmát sosem törték fel, megszerezték a megfejtő kulcsot hozzá. Áááá, na ez igaz. Lehet, hogy így van, bocsánat. Ez is egy tök izgi dolog. És ezt tudod ennek a sztoriát? Mert feleleveníthetnénk. Engem érdekelne, hogy hogy volt ez a... Ez a sztori. És itt kell tovább menni, ugye? Erre is lehet menni legalábbis. De valami nagyon lő engem, úgyhogy nem megyek mégsem. Meggondoltam magam. Jó, jó, nyugalom már! Mi van már odalent? De honnan lő? Ja, se onnan. Emlékeztek, hogy amikor bementünk a fal mögé, akkor mutatott valami kéket a játék, mint hogyha ott lett volna még valami számunkra érdekes eldugott dolog. Az viszont itt volt lent. Tehát akkor két irányból lehet itt tovább haladni?
És itt kellett bemenni. Tök jó, hogy nincsen stamina, ami elfogyna. A végtelenségig tudjuk gyilkolni a nácikat. És ha itt bemegyünk, akkor itt mi van? Ó, Enigma Code Piece 1-5. Ezeket tök menci, hogyha összeszedjük. Heavy Ammunition, kinyitás. Ó, értem, és akkor ott jönnék ki, aha. Ahova az előbb menni akartam. Itt volt valahol a kijárat, nem? Aha. Jöttök még lentről, vagy már meggondoltátok magatokat? Hát ez figyelj, sniperrel ma... Hát, mondjuk sikerült, érdekes módon. Nézd, ott van valaki. Figyelj, én is tudok így nézni. Na jó, tudod mit? Akkor nézegessünk egymásra. Hát remélem elkaptam. Nézzük meg innen. De hogy kaptam, nézd már. Úgy döntöttem, hogy inkább újra töltök. Leesik. Nem láttam, de leesett. Azt a szar lehet. De szar lehet úgy leesni, hogy nem. De szar lehet úgy meghalni, hogy meglőnek, tehát halálra lőnek, és utána még le is esev, és azt még pont érzed. Ez gyakorlatilag olyan, mintha kétszer halnál, nem? Egy alatt. Találkozunk a többiekkel. Többiek már ordibálnak. Közel jártak, nem volt. Meg elfogtak egy tengeralattjárót, amin volt megfejtő kulcs hozzá. Tengeralattjáró jelzését már nem tudom. Ez nagyon érdekes. Hogyan lehet befogni egy tengeralattjárót? Ott visznek valamit, nézd! Azt a... Itt vannak a többiek. Jó, hát... És ezt vissza tudom tolni? Lehet overcharge-olni? Overcharge-oljunk. Ez a HP-nkat tölti vissza. U571. Nagyon durvák vagytok, hogy ilyeneket meg tudtok jegyezni amúgy. Le a kalappal. Mit énekelnek ezek a részeg állatok? Nézd meg. Miközben én itt izé elvégzem a feladatnak a nehéz részét, itt úgy lőnek, hogy nem is tudjuk, hogy mi van. Tehát nem tudom, ebbe beleülhetünk végtére is. Ezt még amúgy sem használtuk a nácik írtására, úgyhogy itt van az idő. Ezek valami durvább nácikok? Amúgy, mert nézd, az például ott nem akar halni. Ja de. Hát szarházi egy banda ez, nézd meg milyen sokan vannak. Golyó etetővé váltam a perk alapján, vagy achievement alapján, amit közben kaptam. Ja, az velem van. Hát hogyha... Valós lenne a játék, akkor az már nem velem lenne valószínűleg egy ilyen sorozat után. De rossz lehet, hogyha szétszaggat egy ilyen vadállatgépezet. Mondjuk nem valószínű, hogy érzékeled, ha csak nem tudom, nem azonnal halsz meg. Mondjuk, hogyha leviszi a karodat, lábadat, vagy valami, és akkor utána még ott húzod magadat. Például úgy a földön, mint ez a szerencsétlen. Az ugye azért nem lehet túl jó. DD-ben a Horrid Shrieker, az kemény insta. Hogyha vannak halott karaktered és elvesztettél trinketeket, akkor azokat a trinketeket a Horrid Shrieker elvitte a fészkébe. És onnan fogod az összeset is visszaszerezni. Úgyhogy ha történt ilyen és jó trinketeket vesztettél, itt az esély rá, hogy visszaszerezd. Nem lesz sok köröd rá. Vagy most csinálod, vagy a következőben, de azt hiszem, hogy 2-3 hét alatt elvész a lehetőség ennek. De durva vagyok, ha ilyen oszlopokat döntök ki a helyéről, kiskanállal. Nem tudom, merre megyek, de megyek. Betört és ellopott 8 trinketet? Nincs még halottam? Hát akkor menj utána, mert az a 8 trinket, az lehet, hogy szükséged. Lesz még azokra. Ja, hogy itt ugrunk egyet. Aha. Miért szavar vagy? Mehetek én előbb? Előbb a puska persze, az fontos. Hát... Oké, megvan, most nekem is át kéne mennem. Ide ki lehet jönni a szélére? Aha.
Hát jó, szerintem én ugrani fogok. Jó, srácok, várjatok egy kicsit akkor, mert hátrébb futunk. Minél hátrébb futsz, annál messzebbre ugrasz, ezt hallottam. Alapjátékos taktika ez. Jó Isten, húzzatok már fel, mit szórakoztak? És ott állnak négyen és nézik, ahogy lecsúszok a kutyák a kába vissza. Úramisten, na ne csináld! Hát beestünk vissza az épületbe, várj, még mindig zuhanok. Annyit mondok, hogy a boss nem fogod elverni. Eltört a lába valamelyiknek. Mi ez a hely? Júj! Júj! Hát nem csodálom, hogy okátsz. Miért van szétvágva a hátuk és úgy felfüggesztve az összes? Te meg kell már feltörött lábad, amit szórakozol. Nézd, és meg vannak bilincselve. Mi a francot csinált? Robban den Raum. Nem lehet, hogy ez itt a... Oh shit. Most minden fel fog gyulladni? Így semmisítik meg. Nézd. Ezek biztos, hogy foglyok voltak, nem? Ocsmány egy hely. Szerintem itt ki... De senki nem beszél izé németül. Hát mi van ide írva? Ki kell jutnom a szobából, ahol mindent fel akarnak gyújtani éppen. Itt nem működik. Keresgéljünk gyorsan. Jó, van egy kulcsom, egyből megtaláltam. Valamire jó lesz a kulcs? Ó, oh, instant megtaláltam a kulcsot, és mi lett volna még ittben? Oké, okay, megvan az Enigma kódpísz is. Mozdulj már az ajtóban, normális vagy? És armor is jött még. Ennyi már, mit szórakozol? Hát ez hülye. Ja, hogy mentsem meg? A törött lábút majdnem itt hagytam. Elnézést, bocsánat. Ja, menjünk gyors. Meghaltam volna? Hát jó, hát ilyenkor már nem lehet volna szabad visszafordulni. Tehát látod, hogy izé közeleg a halál. Gyere ide, nyisd ki az ajtót, és utána fuss vissza, gondolom. Jó, és akkor itt volt még bent ugye mindenféle fontos dokumentum számomra. Nézzünk azért be ezekbe is, hát ha. Hát egy kis overheal. Hozzuk a fickót. Vajon mindig meghalok itt? Mi, a haverunk meghalt? Ja, azt hittem. Hú. Nem is fájt neki. Nézd meg. Nem is úgy néz, mint hogyha fájt volna neki. Mi ez? Mi az Isten ez? Azt a mindenit! Micsoda hihetetlen náci gépezet. Azt hiszem eltaláltam. Na, ez szetszett neki, ez jó volt. Wow! Asta! Super Soldaten 1946. Ez valami szuper katona volt. Hát milyen csúnyán cafatokra robbant a végén. Semmi nem maradt meg belőle. Mondjuk a haverjainkból se sok. Nézd! De leégette a fejét? Vagy... Hát nem tudom, ezek milyen sebek. Kicsit, mint hogyha... Eldeformálódott volna a koponyája, nem? Uh-huh. Ez lehetett a probléma. Végül. Adjál HP-t. Hogy van ott kint valaki? Miért vigyorog rám a... Ja, hogy ő a izé? A Death Shed? Vagy Death Head? És mit csináljunk, srácok? Ez háború, az emberek meghalnak, mondja. Hát innen nem igazán megyünk ki. Így csináltok ti oda bent férfiak, emberek? Kérdezte, de szerintem nem ölt meg. Az embereim gyilkoltak, olyan sokszor elvesztettem már a számlálást is, mert hogy a számot, hogy hányszor.
Na ne! Régóta nem gyakoroltam az angolomat, mondja az öreg. Azt mondja, hogy egy haldokló nyelv az angol. Maga, láttam magát előzőleg. Magát kedvelem. Micsoda ellenálló példány. Magával jó dolgokat tudnék itt csinálni. Hatalmas dolgokat vihetnék véghez. Mit fognak csinálni? Nézd, milyen katonák. Azt a rohadt, milyen armorja van. De királyul megtervezték. Ne érjen hozzá. Kedveli a szemeiket. Mind a kettőjét. Olyan egy kicsit igen, mint Mengele. Nem, ezt nem. Valaki már el is rontotta őt, milyen kár. Az én vagyok, akit most mond, én vagyok a Blaskovics. Segítsek neki választani. Az én véleményem szerint. A két variancia közül. Melyik támogatná jobban a kutatását? Hogyha nem választok, akkor mind a kettőt megölni. Arra kell néznem, amelyiket meg kellene ölni. Másik nyugodtabb, úgyhogy... Nincs valami módszerem, hogy... Mindenképpen választanom kell. Ó, Istenem. Na jó, ez nagyon genyó dolog ám. Ha nem választok, mind a kettő meg... Jó. Friss, puha, fiatal. Meg fog menteni, ugye uram? Tudom, hogy meg tudja csinálni. Hát szerintem nem fogom tudni megcsinálni. General, that's it. Today he's teaching me a lesson. I've seen suffering and death. Generális tanít ma valamit nekem. Egy leckét. Az igazi kegyetlenséget még soha nem láttam egészen idáig, mondja. Elszámolunk négyig, belélegzünk. Elszámolunk négyig, kilélegzünk. Oké, és most ott... Hát azt meggyilkolta, igen. Kivette a szemét. Mennyire durvák ezek a katonák mögötte, azt a mindenét. És most ezt is begyújtja, ezt a szobát is, hogy mi lesz itt éppen. De te itt maradsz, mondja. Hát, elköszönt. És akkor most vigyáznak ránk, vagy mi lesz? Fergust megmentettem, kaptam egy ilyen achievementet. Az ott áll és meg sem, de megmoccan. Valaki már felállt. Ezt most felvesszük. Ezzel meg lehet gyilkolni? Egy csővel? Egy ilyen nagy bengát? Ne csináld! Mi, hogy azokat kell levernem? De hol? Na jó, ez érdekes. Nem egész. Ja, ennyi? Ez nem nagyon megy amúgy. A többi még jó volt, de ez nem. Ez is megvan. Jó, szerintem most már nem haltunk meg. Nem kéne a többiekről levágni ezeket a dolgokat? Szia, Colmi! Ja, már köszöntöm. Ki kell nyitni az ablakot? A másik meg izé hisztizik, hogy már izé lelőtték, meg megdöfték, meg... Mi? Most ezt kell csinálnom? Aha, oké.
De a fegyvert ne adjuk már, itt ennek biztos volt fegyvere. Á, mondjuk lehet, hogy hozzáépült a testéhez. Akkor menjünk. És ránk robbant? Mi volt ez? Mesztelen férfiak esnek ki épületekből. Jézusom! Egy picit, ott valami eltalálta a koponyánkat. Ömlik a vér. Hús is van benne, nem csak fém. Ez volt az intrója a játéknak? Egészen izgalmas volt. Mi lesz ezután? Tetszik. Határozottan király. Nem egy wellness központ, igen. És még ráadásul nézd, ömlik a tengerbe a vérünk. Ebből fogják majd előállítani szerintem a következő részben a szuperkatonát, ahogy a tengerből kivonják a DNS-en. Úgy döntöttem, hogy csónakázom egy picit. Wolfenstein, az új rend. Valaki ott fulladozik. Értek ide azonnal. És nézik a szívverésünket. Szerintem valaki megment. Azt a mekkora fémszilánk van a koponyámban. Kilencszerte senki nem keres minket. Nem tudja kivenni a srapnelt. Csak rosszabbá tenne mindent. Jézusom, beküldenek minket, hogy elmegy úgy intézetbe, semmit nem tehetünk. Az agy. Hát elromlott, megtört, de nem tudom, hogy lehet ezt mondani. Tehát nem ölnek meg minket, kómában vagyunk. Értem, hát ez durva. Élsz-e már, suttogós. Nagyon sokáig vártak ránk. Felébredt? Honnan tudod megmondani? Vízben nem, nővér, tudom. Micsoda, hogy... De ez egy család? Nem nővér, akkor ez az anyja. Az meg az apja. Teljesen kivannak, hogy feltámaszt... ...tódtam. Itt vannak a német katonák már közben. Aha. Likvidálni akarják a pácienseket, az orvos meg azt akarja, hogy hát nem nagyon kéne. Úgy mennek, mint a majmok, nézd meg. Na, téged megöllek, az már biztos. Hamarosan mindennek vége lesz. Ide raknak az ablakba, a fénybe. Hűha! De vajon meddig voltam kómában? Nem, nézd! Időt veszítek. Néha egy pillanat alatt változnak évszakok. A gondolataimmal gondok vannak. De egyre jobb minden, egyre jobbá változik. Azt tudom, hogy Lengyelországban vagyok, egy kórházban. Nem, őrültek házában. Oké. Okay. Gyógyszerész feleség, a fater a doktor, nővér a lány. Néha születésnap, néha karácsony van, és néha jönnek a nácik. Páciensekkel mennek el, akik láncra vannak verve. Állandóan összekapnak a katonákkal, a tisztekkel, de a végén csak aláírják, nem nagyon van választásuk. A jó embereknek nincs hatalma. Én pedig egyre jobban vagyok már. A nővérnek köszönhetően anya a neve. Nagyon jól vigyáz rám, mindenkire vigyáz. Ő tartja össze ezt a helyet. Házasnak kellene lennie már, de még nem történt meg. Most terveket szőttem vele, és miközben nem igazán tudtam megmoczanni. Bezárjuk ezt a helyet, szolgáltaira már nincs szükség többé. Ne sírjon, doktor. Már kiszolgálta, amit ki kellett. Mi? És most megölnek mindenkit? Jézusom. Mi, de fejbe vágta anyát.
Megölte az anyát, megölte az apát. Ez igen. Megtámadtak egy tisztet, amikor bejöttek, kérdezték, hogy mit csinálsz. És ezzel mi legyen? Nem tudom. Vigyék el Kellerhez, majd ő eldönti. Mindenkit meggyilkol. Óha, erre szerintem nem számított. Te náci szemétláda. Jó, beöltözhetnék a ruhájába? Nem, mint hogyha szeretnék náci egyenruhát hordni, de jobb lehet, mint az, a, ami rajta van. Anya, hova vittek téged? A lábaim olyanok, mint a lekvár. Az ujjaim zsibbadtak. Ilyen fejfájása még soha nem volt. Nem baj, öltözünk át. Hát nem mászkálhatok ilyen izé páciens ruhában, azt hiszik, hogy őrült vagyok. Felveszünk mindent. Elmegyünk WC-re. 15 éve nem tudtam WC-re menni. Tényleg, vajon meddig voltunk kómában? Szép csöndben. Így nem kell nagy lövöldözést generálni. Volna-e itt még eset? Ott egy térkép. Azt elviszük magunkkal. Tényleg be akarják zárni ezt a helyet, hogyha már fel is gyújtják meg minden. Miféle módszer ez egyébként egy kórház bezárására? Mármint elmegy úgy intézet, az, hogy fogják, azt felgyújtják, nem? Oké, megtörtént, aminek meg kellett. 1960! Nem mit csináltál itt mögöttem, te szerencsétlen? Több mint 10 évig kómában volt a fickó. 14 évig? Igen. Hát én is úgy számom, mert 46-ban voltunk az előbbi július 16-án, és most meg 1960 van. Tehát csak úgy 14 éve eltelt az életemből, az milyen papír? Semmi. Hát szegény emberek, nézd meg, milyen sokáig elláttak, meg segítettek, és most de se tudom itt róni a kegyeletem, vagy nem tudom mi ez a szó. Itt szoktak leróni a tiszteletem. Miért firkálták össze a nácik ezt a szekrényt? Őrültek. Milyen gyorsan tudunk futni. Hihetetlen. Ahhoz képest, hogy az előbb még nagyon fájt mindenem, most elképesztő, hogy gyorsan rohangálok. Beadtam 20 kaját, mindent kilútolunk, és szerintem ott át kéne csúszni. Aha. Adjál még töltényt, ez mindig jól jön. Szerintem indulunk. És akkor most a nácik által elfoglalt Lengyelországban kellene mindenféle csodát tennem. Hó, mi komolyan? Ez is marhára jól néz ki ez a fegyó. Kaptam egy socit. Azt a mindenségét. Jó, ezt tetszeni fogunk, ezzel elszórakozom. Itt el lehet mászkálni? Nope. Gideon pallosa? Az micsoda lehet? Nem hallottam még róla. Az egy játék? Vagy egy film? Ki kéne itt menni, nem? De soci van nálam. Azzal lehet, hogy nem lövök távolra. Meg ahogy nézem, dupla csövű és két... két skúló van benne. Tehát egy lövésből valószínűleg újratöltés lenne a vége. Oké, itt van egy ember. Oké, megvan. Micsoda, hogy a dobókés pörköt elkaptam, nézd. Nem, két lövetű. Oké, megvan. De újratöltöm mind a kettőt, érdekes. Ugye az ammót attól függetlenül nem dobjuk még el. Honnan lőnek? Jó, szemben van egy. Mögöttem nincs. Utás.
Azt hiszem, hogy lelőttem. Bár olyan gyorsan történt, hogy fel se fogta az agyam, vagy lehet, hogy belepislogtam. Tényleg megöltek mindenkit ezek a rohadékok. Uramisten, itt nem bújtál valaki a szekrény? Hát lehet, megpróbált. Felfele még biztos, hogy mehetek. A szar lehet, amikor arcon lőnek egy socival. Nem sok maradhat meg utána az arcodból. Mármint megmaradhat, én ki vagyok én, hogy megmondjam. Egy nagy piros gomb, azt meg akarom nyomni. Ki az ott, aki ott elbújt? Még van hacskúlóm. Te vasz, Mr. Urukai, mi a helyzet, hogy vagy ma? Ezer éve nem láttunk. Várjál. Oké. Ebből mi lesz? Wow! HP upgrade! De jó, akkor lehet fejleszteni a karaktert. Na, a kedvenc. A kedvenc dolgom egy játékban, hogyha lehet fejleszteni a karaktert. Gyertek, mit inkább visszamegyek. Annyira nem tetszik ez idekin. Van gránátom? Most eldobtam? Volt egy fickó mellettem. Csak a csodának köszönhetem, hogy nem haltam meg. Hagyd már abba a lövöldözést. Te meg ne álljál elém, amikor arra lövök. Nem tudják ezek az illemet, de majd mindjárt megtanítom, nézd meg. Így van. Sok volt a meló? Jó sok pénzt kell összeszednem itt ahhoz, hogy hazamehessek. Melyik országban is vagy? Ne haragudj, hogy itt elfejtettem közben. De tényleg jó rég nem beszéltünk. Ausztriát mondtál, nem? Ez fájt, te nem normális. Mi 26 HP-n maradt, tehát... Atyavilág! Na jó, visszatöltődik, hál' Isten. Anglia lába. Aha. És mik az esélyek, hogyha a jelenlegi fizuddal folytatod, hány év múlva szabadulsz? Hát nem tudom, srácok. Mindegy, menjünk tovább. Vagy nem szoktál ilyen statisztikákat csinálni? Én elkerülhetetlen mindig csinálok, hogy tudjam, hogy hány hónapot kell, vagy évet kell még mire várnom. De azt most elviszik azt a nőt? Ott még volt valaki. Az ott anya a földön? Nagyon csöndes ez a hely. Na jó, akkor kimegyünk. Körbenézünk arra, erre. Valamit még van? Az egy HS. Milyen laza volt. Azt a... az mi? Az valami drón volt, de elég rövid életű. Még egy drón. És az lőni tud rám? Aha, fentről szórja. Hát elég durvi ez a gépezet. Abba hagynád a drónok dobálását, légy szíves. Másfél-két év, minden megvan, ami ahhoz kell, hogy az álmaimat meg tudjam valósítani. Nagyon jó. Akarsz beszélni az álmaidról? Kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami ennyire fontos volt neked ahhoz, hogy kimenj külföldre, és azt mondta, hogy akkor ott folytatjuk egy kicsit az életet. Tesla gránát, ilyenek is vannak. Kitartást hozzád természetesen. Meg sok szerencsét, és azért én remélem, hogy nem lesz azért annyira rossz az élet odakint addig is, hogy tűrhető lesz minden, és hogy tényleg megtaláld a számításaidat. Milyen dolgokat dobáltak el ezek? Vagy ezek a drónokból származó cucc? Aha, igen, cuccok. Nem lehet belemászni ebbe a hatalmas tankba. Ja, a csajszi meg ott fekszik a földön. Én meg itt, mint egy barom állat mászkálok, nézd meg. Anyát akkor vigyük el egy biztonságosabb helyre. Mindjárt tartunk egy szünetet.
Érdekes ez a játék, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy folytatódik, és onnan pedig Resident Evil 3-mal megyünk tovább. Egy ház, egy szép ház és egy kovácsgulyája, amit két kézzel szeretnék felépíteni. Az igen! Ahhoz azért kell! Kell beruházás. Wow, az nagyon jó, hogyha annyit tudsz félretenni odakint, hogy ezeket itthon meg tud valósítani. Hát gondolom, hogy nyilván nem a fővárosban valami hatalmas toronyháznak a tetejére szeretnéd a kovács műhelyet, meg a lakást, tehát nem egy penthouse, de például vidéken, közel valami városhoz, ez totál megvalósítható azért. Hát nem igazán megy ez a vezetés téma. Jaj. Hamar vége lett itt a karaoke partinak. Maga egy katona. Tud harcolni. Ki maga? Mi? Beszélek lengyelül? Ja persze, mert lengyel származású vagyok. Bocs, nem túl jó a lengyelem. Tud vezetni? Hová? Csak mindegy, hogy hová. Akárhová. Ja, és akkor most csak úgy elindulunk, hogy... Na, ez nagyon-nagyon komoly. Hát akárhová, tök mindegy, menjünk csak, írtsuk ki a nácikat. Ezt gondolom a nagyi lehet meg a nagypapa. Most összeverem az öreg fejét? Nem, tönkreteszem a szép kocsiját. De az normális, hogy itt nácik utaznak még a csomagtartóban is? Hát olyan sok náci van ebben az országban, hallod, hogy még a csomagtartóban is. Kinyitod, azt ott van egy. Lemerném fogadni, hogy odament a hűtőben is van egy valahol. Az öreg asszony most leveri a bosszúját ezen a kiütött katonán. Gondolom, hogy a gyermekeit, vagy a gyermekét ölték meg. Hát az unokájának a szüleit. 1960 van, igen. 14 évig maradt velünk. Talán nem kell egy utat, hogy az amerikai katonaságot elérjem. De már... Már nincs háború, most már nincs katonasság, nincs többé. Hát, nincs még vége a háborúnak, nézd meg ezt a rengeteg nácit itt mászkálnak. De hát ők nyertek. És ők uralják az egész világot, mindenhol ott vannak, mindenhol. És mi van az Amerikával, amúgy Egyesült Államokkal? Hát... mi ez a szó? Aha, hát megadták magukat. Because of you. Gondolom atombomba miatt. Igen, az atombomba miatt. 12 éve. Lebombázták atomokkal Amerikát? A nácik. Megtalálom az ellenállást. Nem, nem, nincs több ellenállás. Mindenkit elkaptak. Ha élnek, akkor ezek a náciknál vannak. És ki tudja megmondani, hogy merre vannak. Hát ez baj. Akkor most egyedül vagyok az egész világ ellen, nézd. De mi most lemegyek és szétverek mindent? Azért raktak fel egy lemezt. Ja igen, hát mert most gondolom, hogy ki kell, hogy hallgassam a fickót. Hát keressünk egy fegyvert. Mondjuk ez a bicikli villa, ez jó, jó lenne. Azzal nem tudom elképzelni, hogy hogy lehet kínozni az... Wow! Splatter protectionre van szükségem? Tehát, hogy ne fröcskölődjön az arcomba a vére? Találtam egy aranyórát. Egy most komoly
Splatter protection? Aha. Öltözünk át akkor, mert szerintem véresek leszünk mindjárt nagyon gyorsan. Azt a mindenit, micsoda hentes! Izé... Mi a franc annak a neve? Még mindig kell, kell még valami, hogy itt rajtam legyen. Valami sorozatgyilkossal mi történt, blablabla. Bla, bla. Jó, ezt gondolom nekünk annyira nem érdekes, ez csak egy kis sztori. Kötény, igen, ezt kerestem, ezt a szót. Ott is volt, egy HP upgrade. Figyelj, mindjárt levágom egyesével a test részeit, csak először találnom kell valamit, amivel a ispriccelő véred ellen védekezhetek, jó? Egy kicsit még ülj így nyugodtan. Ne, ezt már olvastam. Addig még olvasgatok is egy picit, hogy húzzam az idegeit a csávónak. Be lehet mászni a kocsi alá? Olyan szépen felöltöztem, nem lehet igaz. Ja, hogy ott bent. Aha, a szemünkre kell egy szemüveg. Én leszek a Leatherface? Sokkal izé fejlettebb vagyok, mint ti emberek. Mi, most felkeltél? Normális vagy? De mi, most ütöm az arcát? Hát ezt leszette a HP-mat. És én lesz a szartam? Hát ez mi volt? Mi volt ez, hogy döfködtek konkrétan a testemet? Én meg... Jézusom. Oké, okay, hadd mondjam el, hogy hogy fog ez működni. Csak egy kérdést teszek fel. És úgy fogsz válaszolni, amit én kielégítőnek találok, mert hogyha nem, akkor levágom a fejedet ezzel a gépezettel, hallod? Szóval... Az elfogott ellenállást hol tartjátok? Fogva. Biztos, hogy benne, hogy nem tudom, hogy miről beszélsz. Nincsen ellenállás. Hogy örül neki, nézve, hogy nem működik. Hát csinálsz meg te is, meg az úgynevezett ellenállással is. Oké, oké. Oké, elmondom. Mit akarsz tudni, hogy hol vannak az ellenállás harcosai? Berlinben, az Eisenbad börtönben. De soha nem fogsz odáig eljutni. Mindenhol vannak ilyen checkpointok. Téged keresnek. Téged és a nővért. Hamarosan megtalálják majd ezt a helyet. Aztán pedig majd a lábadon leszel. A térdeiden fogsz majd könyörögni. Azt hiszem, hogy megöltem. Milyen menő bőrkabátot kaptam. Azt a mindenségét. Nézzük, milyen nagy izéje van. Galéria. Tiszta menő. Vigyázzál lányomra, mondja az öreg. Megértettük egymást? Vagy megtalállak és megöllek. Ez lesz a következő rész, hogy Anya meghal ennek a végén, és utána meg kell küzdeni az öreggel? Az új kolosszus címmel. Na menjél Berlinbe, mondja az öreg, és ezzel elmegyek Berlinbe, gondolom. Rengeteg cutscene van, amik itt bemutatják a játéknak az elejét. Kíváncsi vagyok, hogy megéri-e ennyi cutscene csinálni a játékhoz. Mármint amúgy is csak menni fogok és hentelni. Nem is tudom, hogy mennyire hosszú ez a játék úgy egyébként. De tetszik az alapsztori, ez marha jó. A nácik elfoglalták a világot, 14 évig kómában voltunk, felébredünk, és nincs is semmi dolgunk más, csak hogy egy személyes hadseregként, mint egy modern retro Rambo, inkább retro. Végigmegyek és minden nácit levágják, amit csak találok. Ja, meg a náci kutyákat is. Azt mondja, hogy a... Azt a mindenét! Az öreg hozott egy seprűnyelet. Azt hittem először, de aztán láttam, hogy villog a vége. Jól van. Az út nem biztonságos. Te megölöd a nácikat, én meg itt maradok a kocsival. Nem, te meg ott maradsz lent. A villámlóbot, igen, azaz, igen, a bugból már ismeretes. Szerintem mindenkinek megmaradt. Jó, ez az alapfegyverünk. Ez tetszik. Hát holnap után fogjuk innen folytatni a játékot. Remélem tetszett nektek a Wolfensteinnek az első epizódja. Kicsit ergyább dologra számítottam. Ahhoz képest meg, nem tudom, marha jó.
nem voltak úgy elvárásaim, és ez így most egy tökre nagy pozitív csalódás számomra, hogy tök jó volt a sztori. Vége? Végre. Miért? Ennyire szar volt, Csaba? Most miért mondod? Mint egy modern, retro Rambó? Hát azért, mert most, hogy mondjam, a Rambónak már vége van, úgyhogy ez most modernebb, mint az a Rambó volt, akit mi megismertünk, ugye, a Stallone-nek a formájában. Mégis retro, mert 1960-as. Egyéb, igen, és csinálj pipát. Resident Evil 3-azni fogunk, vacsorázni mindenképpen fogok, de azt még nem tudom, hogy pipát is tömjek el, azt majd még meglátjuk. Csaba, mi bajod volt ezzel a játékkal? Hát szerintem marha jó volt. Ennyire szar volt, srácok. Egyáltalán nem tetszik maga a játék, előadásmóddal nincs bajom. Mi bajod van a játékkal? Soha nem játszottál még FPS-t? Azért 2 naponta csak ki fogod bírni ezt a 2 órát, vagy nem tudom, addig találsz jobb elfoglaltságot. Úgy látom, hogy van, akinek legalább tetszik. Jó van, paradicsom, jó éjszakát kívánok, megyünk a zombikat írtani. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt van. Egy 10-15 perc szünet múlva folytatjuk a Rezi 3-at, annak is a második epizódját, ne menjetek most már nagyon messzire. Ilyenkor egyébként tökre jól el lehet menni zuhanyozni, meg be lehet mászni az ágyba, nem tudom, meg lehet tutuljgatni esetleg a barátnőket, ilyesmi. Mit akarok, melyik gombot akarom megnyomni? Ezen kívül, hogy Exit to Desktop. Igen, szerintem ezt akartam megnyomni. Na, mindjárt jövök.